Más nem tudunk csinálni, mint ha más nem beszél rólunk, akkor magunk beszélünk magunkról. Szóval valószínűleg ezért jó, ha most demonstráljuk azzal, hogy a film létezik, és létezett, különösen, hogy létezett, és milyen eredményeket hozott. Ennek hangot adtak egyébként a millenárison levő ünnepségen is, ami hát ünnepségnek nem nevezhető, de az összejövetelen, hogy azért itt egy csomó dolog megszületett ezelőtt, a világ előtt, amit éppen élünk, és elég messzire jutottak mindennyi. Úgyhogy ennek örülök, ha demonstrálunk, ha megmutatjuk a filmjeinket, egyszerűen föl kell mutatni azokat az értékeket, amivel rendelkeztünk, és egyszer már tudtuk ezt a filmcsinálást. És nem tudom elkezdeni, hogy ne tudnánk még egyszer. Úgyhogy ez a véleményem, hogy igenis vetíteni kell, amennyit csak lehet. Ez olyan, mint hogy el kell olvastatni bizonyos könyveket, amit nem olvasnak. Oda kell adni, el kell olvasni. Film is ilyen, meg kell nézetni. Itt a sorstalanság példája, ha már nálunk tart. Senki nem olvasta el. Most vetítettem nemrég, és találkoztam szegény Kertész Imrével, és aki nincs jó állapot. És nem tudom, hogy nem olvasták el a regényt. És most úgy találkoznak, ha nem is a regényed, de a filmek, azt mondják, te jó Isten, ja, hogy ez ilyen, ja, hogy ez ilyen tiszta, meg szép, meg a tisztánlátás szolgál, ja, hogy erre nem is gondolt. Szóval így állunk mindenne. Meg kell nézni. Nem nézik, addig kell mutatni, míg meg nem nézik. És azt megkérdezhetném, hogy mi a véleménye mai közgyűlésről? Ön szerint milyen hatást érhet el? Nem tudom, meglátjuk, hogy mi lesz. Azt sem tudom, hogy a Tarbél például mit fog mondani, vagy mire készül, vagy mi a stratégiánk. Azt nem hagyhatjuk egyetlen egy dolog, ha csak azért vagyunk együtt, hogy az erőt mutassuk, hogy itt vagyunk, és együtt vagyunk. Nagyon ritka az, amikor a filmes szakma így összefog, ahogy most is, hogy itt van mindenki. Tegnap is volt egy kritikusok díjaosztás, ott is ott volt mindenki, és az előző nap is ott volt mindenki. Ez már önmagában jó, hogy mindenki részt akar venni. Az lehetetlen, hogy ki legyünk hagyva a döntésekből. Ez egészen biztosan lehetetlen. Ez a véleményem erről. Azért jó, hogy itt vagyunk, mert annak a döntésnek kellene itt megszületnie, hogy kihagyhatatlanak. Olyan nincs, hogy nélkülünk szülessenek. Nem, hogy filmek, a döntések nélkülünk szülessenek.